Na, hát most nekiálltunk egy újabb munkamenetnek, ami nem meglepően a rendcsodrás így kaszálás után. Most a rendterítést kihagytuk nagyon sok okból kifolyólag. Nem éreztük, hogy szükség van rá. Ezzel a török import kaszánkkal, rendcsodrónkkal tervezünk most sodorni. Ez egy 8 csillagkerekes, ilyen V alakban vannak a csillagkerekek. 8-al megpróbáljuk, és eltoltuk a traktorhoz képest, hogy ne a soron kell menni a traktornak, ne tapossa le. Na, és akkor most felvesszük ezt a rendsodrót. Megérkeztünk a rendsodróval ide ki a Lucerna földünkre, úgyhogy most annyira kellett csak kiszállnunk, hogy kinyissuk a rendsodrót, és akkor el is kezdjük a munkát. Elég sokat haladtunk ezzel a rendsodróval, de még egyáltalán nem vagyunk elfáradva. Nagyon jó az idő ide bent, mondjuk most klímázni nem is kell. Ráadásul hoztuk magukkal ezt, hogy közönség találkozóra kaptuk ajándékba egy kis csokit. Úgyhogy lehet egy? Lesz. Úgyhogy itt jól elcsokizgatunk. Na, ugye éjszaka még nem mentünk vele, de mint látjátok, nagyon jó a jók a világításai a traktornak, a első átcsó munkalámpája is. Pénzolok minden. És belül is van egy nagyon kellemes kis éjszakai fény, ami egy jó kis szendvics megehítéséhez pont alkalmas. Nem sokára fordulóhoz érünk, azt akartam csak elmesélni nektek, hogy ilyenkor ezt a fordulatszámtartót kapcsolja ki Ricsi. Ott van egy ilyen kis szép narancssárga gombó. És akkor az a pici narancssárga, picike. És akkor 1700-ra meg van állítva a fordulatszám, ilyenkor ugye elengedi, lassít a traktor, és most látjátok, hogy megint megnyomja. Akkor visszaállunk a sorba.
érdemes figyelni a sor végén, mert hogy rendkívül kis helyen megfordul ez a Massey Ferguson traktor. Ugye három sort sodrunk össze, és nézzétek meg, hogy milyen kis helyen megfordul ez a traktor. A következő három sorra gond nélkül ráfordul. A régebben az MTZ-nkkel számolni kellett a sorokat, és csak három sorral arrébb tudott visszafordulni a traktor. Szegés van hátra, Ricsi mindjárt ide ér a sor végére, és akkor én végre visszakéretkedhetek, mert ott sokkal jobb. És egyébként most néztem, egyszer csak észrevettem, hogy már csak itt a vége, és hogy itt már a szudáni táblán állok, mert annyira gyorsan lehet haladni, meg annyira hip-hop vége lesz ennek a 4 hektáren sodrásnak, nem úgy, mint az MTZ-be, ahol egy örökké valóságnak tűnt. Gyere! Végeztünk a rendsodrással, most megálltunk, hogy Ricsi, hogy becsukja a rendsodrot, és közben megmutatom nektek, ezek a sorok, ezek a szudáni füvünknek a sorai. Érti most, erre vagy erre? Bocsánat, ez miatt a kis intermezzóért. Szóval, ott tartottunk, hogy a szudáni füvünk sorait látjátok előttünk, és végre megkaparintottam Ricsi helyét. Úgyhogy elkényelmesedtem ebbe a székbe, és most is nem tudom, mennyire látszik, de hogy ki van fordítva, mert Ricsi a jobb ajtón távozott. Ez is egy olyan dolog, amit az MTZ-ben nem tudok megtenni. De mindegy, a lényeg, hogy végeztünk, nagyon élveztük az egész rendsodást, ez nagyon kényelmes volt, és nagyon fog hiányozni ez a traktor. Sajnos már nem sokáig marad nálunk, de még egy pár napig ilyen, és tervezünk vele több dolgot is csinálni, de még nem döntöttünk el véglegesen, hogy mik lesznek ezek, úgyhogy ez legyen meglepetés, nektek is és nekünk is. Minden esetre köszönöm, hogy a rendsodrást megnéztétek és velünk tartottatok. Ha tetszik, amit csinálunk, iratkozzatok fel, és nézzétek a Facebook és Insta oldalainkat is. Sziasztok!